Magyar Jövő találkozón vagyunk, a Mi Hazánk Értelmiségi Fórumán. Olybá tűnik, hogy a politikának manapság nem a legmeghatározóbb motivuma az értelmiség. Van-e mégis, mit gondolsz, van az értelmiségnek megkülönböztetett felelőssége a magyar jövő alakításában? Kiemelt jelentősége van, és ezért volt jó, hogy ennyi ismerős és egyrészt régóta a magyarság ügyéránt elkötelezett értelmiségi emberrel találkozhattam most itt. Ez egy olyan alkalom, amikor tényleg jó akaratú emberek hosszú évek tapasztalatával, szívós küzdelmével elért tapasztalataik révén összetudják tenni az akaratukat, annak érdekében, hogy tényleg a magyar önrendelkezés valós tartalmat nyerjen ebben a rendkívül nehéz helyzetben, amikor egyrészt hazai viszonyok között is azért meg kell küzdeni a magyar örökség védelmért, és tulajdonképpen ugye külföldről meg iszonyatos nyomás helyeződik hazánkra. Sokféle terület kiváló szakembere jelenlétével, azt gondolom, és együttműködésével egy jó irányba lehet haladni a hazának. Hogyha mi nem hozzuk ezeket az ötleteket, amik megvalósíthatóak, akkor itt, tehát jóra ne várjunk. Az a sülgalom az nem fog a szánkba esni sehonnan. Hát munka kell hozzá. Nagyon sok befektetett munka, rengeteget tanulni, tehát nem szabad elhinnünk azt, hogy hülyén el lehet élni az életet. Vagy végig lehet élni, csak akkor ne vezessünk semmit. Tehát akkor kis motorra se szálljunk fel. Tehát nem, hogy kombányra. Tehát mert ugye most nagyon sokszor én azt érzem, hogy olyanok vezetik a versenyautókat, akik nincsenek hozzászokva a háromkerekű kerékpárnak az elvezetéséhez, és ők mennek elől. És vagy akadályozzák az egész tömeget, és nem hagyják, hogy a többiek is menjenek, vagy pedig ők diktálják a tempót. Tehát így ez nem. És lehet ebből kilábalás? Tehát hisz Péter a Magyarország feltámadásában? Hiszek. Hiszek benne, de ahhoz egy gyökeres változás kéne, és mint hogy a mezőgazdaság, a politika, a szellemiség, amit ön is forszíroz, az új alapokra kellene helyezni. Tehát az erkölcs, a vallás, a hit és a tettrekészség. Annyit ér minden ember, amennyit tesz. Hát csak beszél, meg abból nincsen semmi, amit megvalósítunk. Már legyen a gyerekcsinálástól kezdve a bárminek a elkészítéseig. Én annak örülök elsősorban, hogy a jelenlévők között nem láttam oligarchákat, nem láttam érdekérvényesítő, üresfejű politikusokat, színészeket, rendezőket, újságírókat. Tekintettel arra, hogy ez egy új mozgalom bizonyos értelemben, új tagsággal, új vezetéssel és bizonyos szempontból új koncepcióval, és abba is bízom nagyon, hogy ez a kultúrpolitikájában is meg fog jelenni. Én nem szívesen mutatkozom együtt Győzikével, Kisgrófóval. Én nem gondolom, hogy őket elfogadhatjuk a nemzeti kultúra letéteményeseinek. Ők egész egyszerűen a kereskedelmi konzum kultúrát képviselik, ami nem része a nemzeti kultúrának. Tehát az a párt, amelyik ezeket az embereket gyakorlatilag maga előtt tolja a médiumokba, az szerintem nagyon komoly hibát követ el, hiszen a valódi kultúrával szemben a kultúr szemét terjesztését képviseli és forszírozza. Tudjuk, hogy az értelmiség elsősorban, legalábbis úgy tartjuk, hogy a liberális vonalon helyezkedik el. Ezért aztán a konzervatív értelmiség általában úgy érzi, hogy elnyomják őt. Ezt kellene erősítenünk, hogy ezen az oldalon is bizony vannak olyan gondolatok és irányító készség, ami befolyásolhatja a későbbiekben az egész kultúrát. De hát ezt kell megtalálnunk, és ehhez óriási feladat van az értelmiség kezében. Ott lehet esetleg ennek a kulcsa. Igazából két területen tartom magamat olyannak, amikor többet tudok, mint egy átlagember, ugye az agrárium, hisz gazdálkodó is vagyok, és a másik a média. És én mind a két területen látom azokat a rendkívül súlyos hiányosságokat, mulasztásokat, aránytévesztéseket, amiket elkövettünk
akár az én életemben, tehát mondhatom már a rendszerváltás előtt is, de a rendszerváltás után különösen sokat hibáztunk. Tulajdonképpen nem volt olyan politikai alakulat, amelyikre azt mondhatnánk most, hogy jól végezte a dolgát. A világ és benne Magyarország nagyon komoly kihívásairól esett szó itt az előadásokon, nagyon sok súlyos probléma sújtja egész világunkat, Európát és Magyarországot is. Mégis ezzel szemben hisze Ernő Magyarország felvirágoztatásában, a magyar feltámadásban, és ha igen, akkor vajon mi az, ami ehhez kell, és ebben az értelmiségnek milyen szerepe lesz? Igen, egy régi nagy magyar verset idézve, hiszek Magyarország feltámadásában. Na de ehhez hosszú és nehéz út vezet, mert jelen pillanatban Magyarország gazdaságilag, a végére hagyom a felsorolásnak a legfontosabbat, gazdaságilag lepusztult, sőt kirabolt. Tehát a költségvetést itt dézsmálják nagy mértékben. De nem csak a gazdaságról van szó, hanem vannak annál talán fontosabb részek is. A magyar kultúra lezüllesztése, tönkretétele. A magyar kultúra a végromlás szélén van. Ebből következik, hogy egy ilyen mi hazánkos értelmiségi összejövetelnek írtószató nagy jelentősége van. Én ugyanis itt körbe jártam, hát életkorom következtében mindenkit évtizedek óta ismerek, hát a fiatalokat csak 10-20 éve. Itt volt orvos, történész, politológus, szociológus, tanár, és hadd ne soroljam a különböző fontos, komoly értelmiségi szakmákat. És az a helyzet, hogy most én dagadó kevellel megyek haza, mert hogy azt látom, hogy azért van remény.